Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Kék Podcast. Én Szabó Viktor vagyok, és a mai témánk a fotós oldalak úgy átfogóan lesz. A prémium előfizetés megnézzük, megéri előfizetni, mi történik, ha előfizetsz, illetve hogyan tudod kimaxolni ezeket a fotós oldalakat, hogyan lehetsz profi ezeken az oldalakon, és megvizsgáljuk, hogy melyik a legjobb fotós oldal 2020-ban, melyikre éri meg regisztrálni, melyiken éri meg aktívan jelen lenni, Úgyhogy, ha érdekelnek ezek az oldalak, és mondjuk az ingyenes stockfotó oldalak is érdekelnek, akkor nézd meg a korábbi adások egyikét, amiben ezekről az oldalakról meséltem. Most viszont ezek a közösségi fotós oldalak lesznek a témák. Egyik kedvenc témám, imádom, senki nem foglalkozik vele itthon, én nagyon foglalkozok vele, én nagyon szeretem, nagyon szeretek jelen lenni, figyelni őket, figyelni az algoritmust, begyűjteni a kis megtekintéseket és a kis elismeréseket, úgyhogy, úgyhogy ennek fényében egy nagyon lelkes és, és jó adást szeretnék most csinálni, úgyhogy vágjunk is bele a témába, lett intro zenénk, ami hatalmas királyság, és az egyik extra adásban már hallhattátok, vagy ha lesz több extra adás, akkor ott is hallgatjátok, és most már mindig benne lesz az intro zene. Hát igen, fejlődik a podcast, fejlődök én is, úgyhogy Vágjunk is bele, az intro után belekezdünk az adás témájába. Először is kezdjük ott hogy hogyan kell ezeket a fotós oldalakat használni, összegyűjtöttem pár tippet, trükköt, amivel sokkal, de sokkal több elérést, megtekintést és, és mi egymást tudsz szerezni ezeken a fotós oldalakon. Nem vegyek bele név szerint, hogy most melyik oldalakról van szó, majd kicsit később az adás második felében szerintem erre kitérünk, hiszen megnézzük, hogy melyik a legjobb fotós oldal most így 2020-ban. Az első és legfontosabb pont, csak a leges, leges, legjobb képeidet rakt fel. Erak fel mindent, a legtöbb oldal korlátozva is van, tehát nem is tudsz felrakni mindent, például a Jupik oldalán, most mégiscsak lesznek nevek, hogy a Jupik oldalán ott napi egy fotót rakhatsz fel. Tehát nem teheted meg azt, hogy felraksz egy rossz fotót, mivel napi egyre vagy korlátozva, tehát napi egy jó fotót tölts fel. Ezt mindenképpen tarts szem elől, csak a jó fotóid. A másik pedig, a korlátozás most így félretéve, napi egy fotót tölts fel. Ahol nincs korlátozva, ott is jobb, ugyanis ha feltöltesz még egyet, akkor az elvágja az előzőnek a, a a flowját és és rögtön nem az lesz a legújabb posztot, tehát nem az fogja tolni az algoritmus. Emiatt napi egy ö, posztot rakják ki. Ha kell figyelhetsz az időre, de mivel ezek nemzetközi fotós oldalak, és valaki mindig ébren lesz, például én a BNS esetén mindig figyelek arra, hogy ö, mikor rakom ki, ugyanis. Ott ugye kurátorok is vannak, akik nézegetik, hogy melyik projektet emeljék ki. Úgyhogy én ott szoktam figyelni, bár mostanában volt olyan kiemelt projektem, ahol nem figyeltem abszolút erre, és mégis kiemelték, szóval igazából szerintem teljesen lényegtelen. A harmadik pont, minden adatot töltsünk ki, amikor feltöltjük ezt a fotót, tehát legyen címe, ne az legyen, hogy Untitled meg amiket szoktam látni, hogy nem írnak leírást, nem írnak hashtageket, nem írnak semmit, írjál címet, jelöld be a helyet, ö, adj meg hashtageket, lehetőleg olyat, ami szerepel a képen, illetve olyat is megadhatsz, ami nem szerepel, például, hogy hosszú expó, vagy hány milliméteren készült, vagy milyen látószög, tehát ezeket megadhatod, keresésnél nagyon sokat segít mondjuk az embereknek, hogy leírásba is megadhatod a, az EXIF adatokat, tehát ez nagyon jó, és, és, kereshetővé válik a képet. Tehát ez a lényege, hogy eljusson az emberekhez, hogy rákeresnek, és, és megtalálják a képet. Szóval, ha nem, adsz, nem töltött ki ezeket a lehetőségeket, nem használod ki, akkor, akkor ne számíts arra, hogy sok emberhez eljut a fotód. Mert akkor értelemszerűen, ha nem írsz semmi leírást, akkor nem fog senki eljutni, mert nem, nem fog felbukkanni a, a, keresőben sem. Azt tanácsolják még, ugye ez ilyen tippes, trükkös témakör alapján lehet így összeválogatva, hogy mindig egységes képet alkosson a, a, feeded. Tehát, hogy itt is figyelj, ne csak Instagramon figyelj a feedre, hanem itt is, ha fekvő képeket kezdesz el felrakni, akkor igyekezz arra, hogy tartsd ezt a fekvő képet. Plusz ugye általában a legtöbb helyen négyzetes alakban jelenik meg a fotó, tehát erre is figyelj, hogy a négyzetes alak az, az jól kiadja magát. Ötödik nagyon fontos elem, hogy portfóliót építsünk. Tehát tényleg a legjobb fotóink legyenek, ne rakjunk fel ö, tényleg ilyen félkész fotókat, vagy, vagy ilyesmiket. Ö, az is jó, ha mondjuk kész van egy fotónk, és alszunk rá egyet, én gyakran csinálom ezt, hogy, hogy alszok rá még egyet, illetve most nemrég egy podcastben hallottam, talán a ti podcast adásában mondták, hogy úgy kéne fotót válogatni, hogy, hogy mindenképp alszunk rá egyet. Tehát ha megvolt a fotózás, akkor alszunk rá egyet, és, és minél jobban el kell távolodni a saját öm, saját fotóit, a saját munkától, mutassuk meg más embereknek, illetve válogassuk úgy, hogy, hogy például ha meg, megszerkesztettük, akkor másnak válogassuk le. Tehát, hogy van ennek egy ilyen menete, szerintem fotós oldalakra is igaz ez, hogy ha kész egy kép, akkor mindenképp aludj rá egyet, és másnap nézd meg, hogy felrakhatod-e egyáltalán, tehát hogy lett -e olyan, kész van-e, tényleg publikálható-e, és ha igen, akkor nyugodtan törsz fel ugye a napi egy fotódat, illetve a portfólióra visszatérve mindenképp csináld úgy, hogy én például 500 px folyamatosan szedem le a régi képeim, ugyanis én mindig egy, egy profi portfólióra törekedj, szerintem ez az, ezeknek az oldalaknak a lényege, ami elavult kép, ami már nem jó kép, ami már nem tetszik, amitől már tudsz jobbat, azt le, így mindig a végéből csipkeded le, és, és, mindig, mindig friss és napra kész lesz az egész portfólió. Ugyanakkor van még egy olyan tip, amit az egyik fotós oldal adott, ami meg is lepődtem, hogy ezt a tippet adták, ugyanis Behance-en kifejezetten kérik, hogy ne csináljuk ezt, itt viszont arra kértek minket, hogy vízjelezzük a fotót, ugyanis rengetegen ellopják, rengeteg uh, ilyen gépezet lopja le egyfolytában a fotókat ezekről az oldalakról, úgyhogy nagyon vigyázni kell, vízjelezzünk, de ezt is mértékkel, normálisan, tehát nem egy Comic Sense betűtípussal beborított fél fotó vízjel legyen, mert ez borzalmas, tehát hogy el lehet nagyon cseszni egy jó fotót egy szar vízjellel, úgyhogy erre figyeljünk oda. Bien szem viszont arra kérnek minket, hogy ne rakjunk vízjelet a fotókra. Természetesen innen is lelopják a botok, úgyhogy ez ellen sok minden nem tudsz tenni, max annyit, hogy utólag visszaköveted ezeket a fotókat. Visszakövetésre is van egyébként egy cikkem, azt lent a, a podcast leírásában hagyom, de egyébként ha, ha beírod a blogomon az eset tanulmány, Kurszot, akkor ki fog jönni, a, hova kerülnek a, a feltöltés után az interneten a fotóim cik és ott mindenről beszámolok, hogy én hogy keresem a képeimet, hogy trekkelem őket, hogy követem után, és hogy melyik programok legjobbak erre, úgyhogy ez akár egy másik adást is szentehetnék ennek, mert ez is nagyon jó téma, de most maradjunk tényleg itt a fotós oldalaknál. Szóval ezek a tippek, trükkök, és, és itt kiemelném még pluszba a Behance oldalát, mivel az teljesen máshogy működik, és hogy ott hogy lehet egy sikeres projektet létrehozni, abból is összegyűjtöttem egy tetemes mennyiségű, tetemes mennyiségű anyagot. Az első és legfontosabb ugye projektekben gondolkozunk, tehát nem egy darab képet töltünk fel, mint az összes többi fotós oldalon, hanem ott projekteket töltünk fel, ami azt jelenti, hogy minimum 6, maximum 20 képből álljon, ha pedig ilyen képernyő ö, fotókat csinálsz, akkor 3-4 ilyen, ilyen képernyőből álljon. Érdemes nagy felbontású képeket elég jó minőségben feltölteni, azt írja, hogy minimum 1400 pixel szélesek legyenek a képek, és ne vízjelezzük őket, ez is nagyon fontos ugyanakkor csak kész projekteket tegyünk közé, erre er, er, er is élvényes ez a, ez a megállapítás, csak kész munkákat rak közé, tehát ne tölts fel úgy projektet, hogy mondjuk van benne 5 kép, és te még jövő héten meglöved azt a hatodikat, de már most itt kirakod, hogy jöjjön rá a like, meg a nézettség, meg minden, itt főleg az, az legyen szemelült, hogy ugye átnézik a kurántorok, és hogyha azt látják, hogy öt kép van, és még nincs kész a projekt, akkor dobják, és nem fogják soha kiemelni, viszont ha lehet, hogyha azt a hat képet kirakod, mert vársz vele még pluszba egy hetet, akkor lehet, hogy kiemelik. Szóval mindenki figyeljünk arra, hogy, hogy kész projektek legyenek. Nekem is van egy csomó vázlat amik még nincsenek kész, vagy, vagy még nem lehet őket kirakni, vagy ilyesmi, szóval mindenki figyelj erre, hogy, teljesen kész projekt legyen. Ugyanakkor az is fontos, hogy itt a borítóképnek kell a legjobbnak lennie, ugyanis arra kattintanak majd rá az emberek, ez olyan, mint egy YouTube videó esetén, ott is az egyik legfontosabb dolog a borítókép, hiszen, hiszen az jellemzi az egész projektet. Arra kell figyelnünk, hogy mindenképp legyen benne a projektben ez a borítókép, tehát mint a YouTube esetén, ne csaljunk, ne legyen az, hogy nincs benne az egész projektbe a, a kép, és egy, és egy, hatalmas csalás áldozatai lesznek azok, akik megnézik. Úgyhogy, úgy, hogy erre mindenképpen figyelni kell, illetve megnyerő címet adjunk. Tényleg egy figyelem felhívó, egyértelmű cím legyen, amire, amire te is rákattintanál mondjuk. Tehát itt sem játszik ez az untitled. <laughs> Aztán a projekt részleteire is nagyon oda kell figyelni, adjunk neki leírást, Adjuk meg, hogy mivel dolgoztunk. Ugye meg lehet adni eszközöket, hogy milyen eszközökkel dolgoztam, milyen programokban dolgoztam. Ezeket mindenképp add meg, hiszen keresésnél ezek is nagyon jól jönnek. És adjunk leírást is a projekthez, viszont ha nem olyan jó az angolunk, akkor ne adjunk leírást inkább. Tehát ne legyen az, hogy egy valamit összehordunk, borzalmas dolgok sűhetnek ki belőle, szóval ne legyen az, hogy összehordunk valamit angolul hanem vagy ellenőriztessük le valakivel, vagy, vagy ne is írjunk semmit inkább. Úgyhogy ez is, ez is fontos. Kategóriánként az is fontos, hogy jól bekategorizáljuk a projektet. Tehát, ha most te csinálsz egy, egy fotós projektet, és berakod mondjuk a szinematografi kategóriába, akkor az ottani kurátorok azt fogják mondani, hogy jé, hát mi ez, ezt nem válogatjuk be, és buktad az egészet. Tehát, hogy fontos az, hogy jól kategorizáld, illetve Tegely is, viszont nem az Instagramon vagy, tehát próbálj meg hasznos és releváns hashtageket adni, itt nem működnek azok, amit Instagramon működnek. Emellett ugye csapatot, iskolát vagy céget is létrehozhatsz az oldalon, és, és ezekben nevezheted. Én például van olyan projektem, amit a magyar közösségbe szoktam berakni, ilyen magyar csapat, ilyen tímekbe lehet berakni, illetve van saját csapatom is, ez a, a Hungarian Art. Igen, ez a csapat neve hirtelen is felejtettem. A Hungarian Art én ide szoktam bepakolni, illetve sok volt osztálytársam fotószakról is benne van ebben a csoportban, meg tanárok, meg, meg is kis projektek szoktak érkezni, úgyhogy ilyenekben mindenképpen legyél benne, és, és csapasd oda is a, a munkáid, úgyhogy ez is egy tök jó, illetve marketingezd, tehát ha, ha kiposztolod és senki nem nézi meg, akkor senki nem nézi meg, senki el se jut el, tehát az a lényeg ezeknek az oldalaknak, hogy eljusson valakihez, jött közben egy e-mailem, úgyhogy jusson el valakihez ez a, ez a projekt, így a Behance-ről ennyi, hogy mi kell egy sikeres Behance projekthez, kb. Ennyi, ennyi, dolog kell, meg persze jó tartalom. Tehát ha nem jó a tartalom, akkor senkit nem fog érdekelni. Következő nagy-nagy kérdés, ami még így ebbe az adásba hátra van, megírje a prémium előfizetés ezeken az oldalakon. Ugyanis a legtöbb ilyen oldalon van lehetőséged arra, hogy egy prémium pro, vagy super, vagy awesome, vagy akármilyen témában előfizes, és kapsz érte bizonyos extrákat. Na most ami közös, inkább azt vegyük sorba, ami közös ezekben az extrákban, ugye azt ígérik az oldalak, hogy, hogy elveszik tőled ezt a limitet, tehát korlátlan limit le áll rendelkezésedre, egy nap bármennyi fotót feltölthetsz, illetve azt ígérik még, hogy, hogy nagyobb exposure kapsz, tehát sokkal több emberhez jut el a képed, ezáltal sokkal több lájkot like kapsz, sokkal több kommentet, sokkal több követőt, és hatalmas király leszel az oldalon. De most nézzük meg, hogy egy gyakorlatban hogy működnek. Kezdeném a Flickr oldalával, amit nem használok, és szerintem amúgy senki nem használja. Vannak egyébként érdekes és jó funkciói, de sajnos megöregedett ez az oldal, és és a régi dicsősége már, már csak halványan, halványan pislákol. Itt ezer darab képet tölthetsz fel az ingyenes fiókban, ha pedig prémium vagy, akkor unlimited, tehát megint királyság, mivel még nem voltam előfizetve, itt Flickr Pro verzió van, mivel még nem fizettem elő, itt sok mindent erről az oldalról nem tudok mondani, úgyhogy ugorjunk is a Jupik nevezetű oldalra, ami a következő. Ez is egy hatalmas és nagyon király oldal, ez aktív, itt rendszeresek a, a javítások, az update a, a, minden, szobali itt tényleg karban van tartva, napi egy fotót tölthetsz fel, viszont a prémium vagy, akkor megkapod ugye az unlimitedet. Itt két hónapig voltam prémium, amikor is azt tapasztaltam, hogy egy hónap után kezdenek el jönni a kiemelések, ugye itt ilyen inspirációs kiemelést tudsz kapni, abból van már nekem 72 jelen pillanatban, illetve QR fotónak is válogathatnak, ami azt takarja, hogy a főoldalra kikerül a fotód, és hihetetlen nagy elérésnek fog örvendeni, és 24 óráig kint is lesz. Egy ilyenem a prémium alatt és prémium miatt lett is, aminek nagyon örültem, akkoriban hatalmas dolognak tartottam, és még szerintem most is büszke vagyok rá, hogy ez megtörtént, viszont a prémium miatt is Történt meg, Tehát ö, úgy értem, miatta, hogy ha nincs prémiumod, esélytelen, hogy megtörténjen, ha viszont van prémium előfizetésed, akkor van rá esélyed, hogy ez megtörténjen. Akkor sem biztos, hogy megtörténik, de nagyobb rá az esély. Vagyis hát így van rá esély. Úgyhogy, úgyhogy, ez tök király. Amikor viszont lejár a prémium, akkor, akkor kevesebb elérésed lesz, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lejjebb mennek az eléréseid, illetve nem kapsz inspirációt egy jó darabig, úgyhogy ezzel is számolni kell, hogy amikor vége van a, ennek az időszaknak, akkor kevés elérésed lesz, és nem kapsz inspirációs kitüntetéseket, kiemeléseket. Ez gondolom azért van, hogy fizesse elő újra. Úgyhogy igen, így röviden ennyi a, a, a UPIC karrier. A 500 pixel, azaz az 500 px oldalán heti 7 darab képet tölthetsz fel. Itt egy húzamban három hónapig voltam prémium, és azt tudni kell az oldalról, hogy nincs valami jó algoritmusa. Legalábbis akkor, amikor teszteltem ezt, akkor nem volt olyan jó az algoritmus, de erről volt híres, hogy nem igazán működik rendesen ez az algoritmus. Azóta szerintem már sokat javítottak, és, és sokat javult tényleg a, a rendszer, úgyhogy... Ez a három hónapos teszt még a rossz algoritmusnál történt. Prémium előtt ilyen maximum 100 megtekintést kaptak a képeim, utána ilyen 6 ra növekedett, de a rosszabb képek még mindig ilyen 2-300, tehát a rosszabb képek kevesebb emberhez jutottak el. A, a jobb képek pedig értelemszerűen ki voltak emelve, tehát több emberhez eljutottak, ugye jobban szerette ezeket az algoritmus, illetve volt egy Editor's Choice kiemelésem, ami, ami nagyon ritka. Tehát, hogy nem, nem kapja meg így minden héten az ember, azóta is abban az évben egy volt, és és idén megint lett egy. Igen, 2020-ban, azt hiszem, igen, januárban megint lett egy, aminek nagyon örültem, és hihetetlen nagyot ment az a kép, úgyhogy ez, ez tényleg nagyon durva. A prémium után itt is csökkennek az eléréseid, viszont most így van egy év prémiumom, úgyhogy most nagyon szárnyola a fiókom. Ugyanakkor kilettem emelve a Creator Stories-ba, ami szintén megdobja, úgyhogy a jelen jelen prémiumomra nem tudok nyilatkozni, mivel ez ilyen. Úgy vettem észre, hogy csökkentett prémium, mivel én ezt ugye nyertem, tehát úgy vettem észre, hogy mintha csökkentett prémium lenne, de ugye ez a Creator Stories bezavar, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mit mondjak. <laughs> nem tudom, hogy nem tudom, hogy most most jól működik ez a prémiumom, vagy nem, vagy, vagy gyengítettet kaptam, vagy, vagy ugyanolyat, mint am aki előfizet az, vagy csak az algoritmus lett megint gyenge, úgyhogy ezt nem tudom, fogalmam sincs. A lényeg a lényeg, megéri ezekre költeni, hogyha van fölösleges pénzed, hogyha viszont nincs, vagy, vagy kevés van, akkor inkább a fotós felszerelésedbe, vagy a fotós dolgaidba, vagy, vagy online oktatásba, vagy ilyesmikbe öld, és sokkal hasznosabb pénz, viszont ha már ezekre nem kell fordítanod, akkor szerintem simán megéri valamelyikre, a Jupikre vagy 500 re áldozni. Pár ezer forint havonta, és, és tök, jó, tök jó cucc. Úgyhogy lényegében a prémiumról ennyi. Úgyhogy ugorjunk a következő fejezetre, ami pedig nem más, mint a... az, hogy melyik a legjobb fotós oldal, és miért. Sajnos, mivel ki vagyok emelve a 500 pixels oldalán, olyan objektíven nem tudok nyilatkozni az oldalról. Tehát, hogy nyertem már itt fotós versenyt, ugye kiemelést, mindenféle dolgot, nem tűnik szerintem olyan objektívnek ez a, ez a teszt. Az egyik kedvenc fotós oldalam volt már azelőtt is, mielőtt kiemeltek, meg mielőtt mielőtt történtek ilyen jó dolgok, szóval a lényeg a lényeg, hogy itt, itt is vannak ilyen vesztek, tudsz nevezni fotós versenyekre, ugye questeknek hívják őket, tudsz nyerni, tehát tényleg real a nyeremény, real, real a, az egész, tehát ha nyersz valamit, akkor tényleg meg fogod kapni, illetve ugye a Getty Images-zel, Getty Image, Getty Image, hogy mondják? Szóval a Getty image el vannak kapcsolatban, ott tudod licenszeltetni a képeidet, úgyhogy tényleg egy átfogó, átfogó oldal, szerintem jól meg van csinálva, a mobil applikációjuk is, tényleg szerintem jól működő oldal, úgyhogy bátran ajánlom mindenkinek. A következő a Upik nem annyira népszerű, mint, a, mint az 500px, viszont itt is szoktak néha lenni questek, nekik is van applikációjuk, itt rendszeresek a kiemelések, tehát nagyon, nagyon inspirálóan hat az emberre, hogy, hogy rendszeresen kiemelik ki a képet, ezáltal ugye adnak egy pozitív visszacsatolást, hogy tényleg jó úton haladsz, illetve itt egy ilyen print eladó rendszere van összekötve az egész, tehát gyerekjáték összekattingatnod egy, egy webáruházat, és tudod árulni printként a képeidet, úgyhogy ennek az oldalnak meg ez az előnye. Tehát mindegyiknek van, van előnye. Ugyanakkor itt van a Behance, ami szerintem az egyik legnagyobb szakmai és leg, legjobb szakmai közösség. Ezt az Adobe üzemelteti, ők válogatják a kiemelt projekteket. Itt szerintem, aki aki egy picit is professzionálisan akar fotózni a fotózása, videózása, grafikával, modelkedéssel, akármivel mindenképpen érdemes szerintem itt, itt jelen lenni, és itt ugye a projekt formátum az az, ami megy. Szerintem érdemes jelen lenni, ez nem az a tipikus fotós oldal, viszont, viszont több annál szerintem. Úgyhogy következő oldal a Flickr, aminek a helyét vette át szerintem a Behance, mert ugye régen, régen az volt, hogyha fotós voltál, és nem voltál fent Flickr-en, akkor igazából nem is voltál profi fotós. Most szerintem ugyanez igaz a Behance-re, Úgyhogy most, ha nem vagy fent a behance en akkor nem is vagy profi fotós. <laughs> Ez csak ilyen, tudod, mint amikor a, a Facebookra mondták, hogy ha nem vagy fent a Facebookon, akkor nem is létezel. De 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 pozitív fent lenni itt, tehát a, a Facebookkal ellentétben itt tényleg pozitív. Sajnos ugye azt mondtam, hogy a régi fényében már nem tündököl, viszont van egy nagyon jó funkciója, az a Camera Finder, ahol ha megnyitod a Camera Finder menüpontot, akkor tudsz keresni objektívek között, tudsz keresni gépek között, is. látod, hogy milyen képeket csináltak a felhasználók vele, ezáltal ugye, hogyha venni akarsz valamit, akkor nagyon jól meg tudod nézni, hogy, hogy mit csináltak vele mások. Ami, ami tök jó dolog, és egyébként ezt a 500 szem is meg tudod tenni. Bár ott, ott, nincs kifejezetten erre egy funkció. Az utolsó oldal pedig, amit mm, nagyon nehezen teszek bele, Ebbe a, ebbe a podcastbe, az az Instagram, hiszen ez nem egy fotós oldal, viszont most, most nemrég egy ilyen Google kérdőjévet töltettem ki fotósokkal, rengeteg fotóssal, és nagyrészt mindenki az Instagramon van, nagyon kevesen használják ezeket a fotós oldalakat, amiket itt felsoroltam, legalábbis ebben a közegben, ahol én kérdezősködtem, Ugye a, voltak itt nagyon fiatalok, de majd, majd lesz erről egy adás, szóval még nem szeretnék erről semmit mondani. Lesz egy vagy egy extra adás, és már kikerült, vagy vagy egy következő főadás lesz erről, úgyhogy erre mindenképpen visszatérünk. A laikusok először az Instagramodat fogják megnézni, illetve ha itt is szép portfóliót építesz, akkor az nagyon király dolog. Tudsz ugye a többi oldallal ellentétben. Itt tudsz ö, nagyon napra kész lenni, mivel ugye van ez a story funkció, úgyhogy, úgyhogy mindenképpen megéri Instagramon is jelen lenni, bár ez nem egy fotós oldal, de nagyon sokan fotós oldalként tekintenek rá, úgyhogy lényegében ennyi ez a kék oceán rész. Szerintem így hirtelen egy nagy levegővel össze is foglaltuk ezeket a fotós oldalakat. Én nagyon szeretem ezt a világot, és nagyon szeretek ezeken az oldalakon jelen lenni. Tény, hogy uh, igaz, igazából jött már vásárlásom ilyen oldalról, tehát volt olyan, aki rám írt, hogy Szia, ezt a képet szeretném megvenni ehhez, és ehhez kéne, és hogy mennyibe kerül. Szóval hogy lehet belőle profitálni, lehet, hogyha mindig pró lennék, tehát mindig elő lennék fizetve, akkor sokkal több dolgot tudtam volna profitálni belőle, de szerintem így is, így is elég hasznosak ezek az oldalak. Ugyanazt tudom elmondani, mint a stockfotós adásban, hogy még túl kicsi vagyok ahhoz, hogy, hogy meg tudjam mondani, mit lehet. Ebből profitálni. Lényegében ennyi. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk a jövő héten, valószínűleg kedden, mert ugye kedden szoktunk találkozni. Ez itt a Kék Podcast volt, én pedig Szabó Viktor vagyok, és további szép napot kívánok neked! Halliho!